Gyorsított eljárásban másfél év felfüggesztett börtönt kapott az az iraki nő, aki saját gyereke útlevelével akarta Németországba csempészni egyik barátnője fiát. Érdekes, hogy Athénban a reptéren simán átengedték őket a más nevére szóló útlevéllel, Budapesten viszont kiszúrták őket. Az ítélet még nem jogerős. Az eset nagyban hasonlít Hassan F. ügyére. A terrorgyanús szír férfi egy nőt akart más útlevelével nyugatra vinni, de ők is lebuktak Ferihegyen. Saját gyermeke útlevelével akarta igazolni egy másik, vele lévő 11 éves kisfiú személy azonosságát a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren szombaton egy iraki nő. Görögországból érkeztek, és Németországba utaztak volna tovább. Athénban még fel tudtak szállni a repülőre, de a budapesti átszállásnál a határrendészek észrevették, hogy az útlevél nem a fiúé. Az 50 éves Belgiumban menekültként élő iraki nőt az ügyészség embercsempészés, valamint okirathamisítás vágyával gyorsított eljárásban állított a bíróság elé. A cselekmény elkövetését a vádlott beismerésén túl nem igazán kell bizonyítani, tekintettel arra, hogy a vádlott és a kiskorú tetten érésére került sor. A tárgyaláson a nő elismerte, hogy saját 11 éves gyermeke útlevelével akarta Athénból Frankfurtba vinni Németországban élő, szintén iraki barátnője fiát. Azt mondta, hogy csak segíteni akart a család egyesítésben. Perbeszédében ügyvédje arra hivatkozott, hogy a nőt a jó szándék vezette. A jó szándék vezérelte és csak segíteni akart magát. Azt, hogy ezt ilyen módon tette meg, azt természetesen sajnálta. Az utolsó szó jogán, tolmács segítségével tett nyilatkozatában a nő megbánta tettét. És nagyon sajnálom. A bíróság a nőt bűnösnek mondta ki a vád szerinti embercsempészés, valamint okirathamisítás büntettében. Ezért őt a bíróság halmazati büntetésül egy év 6 hónap szabadságvesztés büntetése ítéli, végrehajtási fokozata börtön. A bíróság a szabadságvesztés büntetés végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggeszti. Az ítélet indoklásában a bíró azt mondta, hogy a nő bűnösségéhez nem fér kétség. Teljes ténybeli bűnösségre kiterjedő beismerő vallomása volt a vádlottnak, amelyet az egyéb bizonyítékok tárgyalás anyagává tette ezeket a bíróság, jelentések, bűnjegyzék lefoglalása, kapcsolatos iratok, illetőleg az okmányszakértői vélemény, okmányvizsgálati jelentések alátámasztottak egyértelműen. Az ítélet ellen az ügyészség letöltendő szabadságvesztés kiszabásáért fellebbezett. A nő szabadlábon várhatja a másodfokú tárgyalást. A gyermeket a bevándorlási és menekültügyi hivatal, mint kísérő nélküli kiskorút a Fóti gyermekotthonban helyezte el. Az eljárás arra a kérdésre nem adott választ, hogy a gyermek önként vállalkozott-e az útra, a nő hogyan találta meg a gyermeket Athénban, kifinanszírozta az illegális családegyesítési kísérletet, illetve hogy az iraki nő miért vállalkozott bűncselekmény elkövetésére az általa bevallottan is csak egy éve ismert másik országban élő honfitársa kedvéért.